A délutáni színházi előadások sorában legutóbb Colin Higgins Mód és Herold című vígjátékát láthatta a Barátság Kulturális Központ közönsége a Körúti Színház társulatának előadásában. Herold egy fiatal, búskomor arisztokrata férfi, Mód pedig nos, hát Mód egy jelenség. Az egyetlen közös bennük, hogy mind a ketten imádnak temetésekre járni, éppen így találkoznak. A furcsa megismerkedéstől egy kalandos hét veszi kezdetét. Mód alakját esztergályos Cecília tölti fel újra élettel, humorával, extravaganciájával garantálva. A darab lendületét, remek humora varázslatossá teszi Módot, akibe a végén mindenki szerelmes lesz, még Herold is, akit Lipták Péter alakít. A darab páratlan érzékenységgel mondja ki a nagy igazságot, az élet szép, csak szeretni kell, csak nevetni kell. Ismerted? A magyarul? Nem, az elhúzott. Ja! Nem. Én sem. Azt mondják, 80 éves volt. Épp időben mente. Maga szerint? Nem tudom. Szerintem így a helyes. 75 túl korai, 80 túl késő a távozásra. Egy narancsot. Nem, köszönöm. Amint látom, maga nem sokat esik. Megtalálom a narancsot, de... Nem, köszönöm. Ez egy olyan darab, ami jutalomjáték. Először is egy fiatal embert kaptam ide magam mellé, aki emeli a szintet. Milyen szépségei vannak ennek a karakternek, ennek a figurának, mitől szerethető? Különös a figura ember, elejétől végéig. Egy idős ember, aki rájön arra, hogy nem csak egyedül szép csatangolni a világba, temetésekre járni, és mindenféle őrültséget csinálni, amihez kedve van, hanem egy fiatal lélekkel gazdagabb lesz az élete. Gyakran jár temetésekre? Nem. Én sem. Olyan érdekesek, viccesek, minden átalakul, minden megváltozik, kezdettől a végig, végtől a kezdetig. Hogy hívják? Heroldnak. És még? Herold Csésze. Aha. Jaj, én Matilda Sándor vagyok, Pontes, de maga nyugodtan szólítson Mónak. Én is csak ezt tudom mondani, hogy jutalomjáték. A számomra is, hát mindazonáltal, hogy rengeteget tanulok, tanultam és még fogok tanulni a Cilitől a színpadon, meg a próba folyamat alatt. Nagyon nehéz játszani ezt a szerepet, de nagyon, nagyon jó is tényleg. Mitől nehéz ez a szerep? Amikor elolvastam először, akkor tudtam, hogy nehéz lesz, de amikor elkezdtünk próbálni, akkor nagyon sok a közös vonás a Herolddal, ami azt hittem, hogy könnyű lesz, de pont ez a nehézsége. Olyan dolgokhoz kellett sajnos leásni, régi lélektani dolgokhoz, amikhez nem gondoltam, hogy valaha le kell, vagy lefogok, vagy le kell majd. És ez nem baj, csak hogy ez sajnos megadja a nehézségét és talán a mélységét is. Nehéz olyan dolgokhoz visszatérni lélekben, amikről úgy gondoltam, hogy nem kell. Nehéz ilyen dolgokról beszélni, mint a szüleink halála, vagy a tinédzserkori problémáink, sötétségeink, ilyesmi. Hogy milyen érzés ugyanazt játszani, azt nem lehet eljátszani. Tehát, hogyha valakinek egy óriási nagy öröme van az életben, mit tudom én, férhez megy, és ugyanazt játsza a színpadon, biztos, hogy rosszul játsza, ha csak nem megy le mély éjségekbe. De ez mit hozott nekem? A szerelmet hozta. Nekem így, én 73 éves múltam,
és játszom sok darabban, 12 darabban játszom, ilyen szerelmes szerepet is, de ez annyira megfogott engem, mert ez annyira igaz ez a darab, nem véletlen, hogy színésznő fordította Tolnai Klári, és ő játszotta ezt a szerepet 32 évvel ezelőtt. Ez egy csodálatos szerep, ebben lubickolni kell. Maga is örül. Kit temetnek? Nem tudom. De kár, hogy elkésztem. De nem az a kis papucska, akivel tegnap a templomba találkoztam? Úgy szeretném üdvözölni. Most szerintem ne üdvözöljük. Nem? Akkor viszont ne kérem magára, segítsen. Mit csinálni? Szeretném előzetni ezt a fát. Ide? Ide.